Szent László király mellszobra áll a szabolcsi református templom bejáratához vezető út mellett, amely az 1992-es országos zsinatnak állít emléket. Mögötte a Földvár, amelynek jelentősen javul a bemutathatósága, egy komplex turisztikai beruházás részeként. Csegei László, Szabolcs község polgármestere 35 perc című műsorunkban elmondta, jó ütemben haladnak a fejlesztések megvalósításával. Amikor jött a gondolat, hogy lehetőség van a Földvár bemutathatóságát növelni, akkor úgy gondoltuk, hogy építünk egy olyan bemutató teret, ami a Földvárak történetének bemutatására szolgálna. Ennek a megvalósítását elkezdtük, jelenleg folyamatban van, szeretnénk november végére be is fejezni, és hát a hivatalos átadását és használatba vételt, ezt pedig jövő év májusára tervezzük, az 1992-es szabolcsi zsinat évfordulójára. Az átadásra már csak azért is ezt a dátumot tűzték ki, mert a szabolcsi földvárat és annak templomát néhány napja hivatalosan is történelmi emlékhelyén nyilvánították. Csegei László szerint ez nagy megtiszteltetés a település számára, de egyben felelősség is. Szeretnének látványos és oktatási szempontból is jelentős fejlesztéseket megvalósítani a helyszínen. Volt időszak, a 60-as években minket úgy definiáltak, hogy szerep nélküli település. Nyilván abban az időszakban nem igen volt fontos, hogy az emberek identitás tudatát ápolják, fejlesszék, ellentétben a mai korral, és ebbe hatalmas szerepet játszik majd ez a történelmi lehetőség, illetve hát az, hogy mi történelmi emlékhelyé válhatunk, ez azért majd azt is jelentheti, hogy a következő generáció nevelésébe, fejlődésébe ott tud lenni a település a történelmi múltjával és azokkal a történelmi eseményekkel, amelyeket azért nem át tudni a felnövekvő generációnak. A polgármester hozzátette, a cél az, hogy ne csak invitálják a községbe a vendégeket, hanem ott is tartsák őket napokig, vagy akár egy hétig is. Éppen ezért szeretnék növelni a szállóhelyek számát, tervben van egy gyógyfürdő kialakítása, a Tisza parton pedig kerékpáros barátfejlesztéseket valósítanak meg.